Közbiztonsági egyeztetés Karcagon. Sporttelep fejleszthetősége. Újabb drágulás a pékáruknál. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. november 19-én 18 óra 5 perckor. A közbiztonságra vonatkozó statisztikákról is egyeztettek Karcagon. A karcagi és kunhegyesi járásban is tanácskoztak a közbiztonságról a rendőrség és a civil szervezetek intézmények képviselői. Járási közbiztonsági egyeztető fórumot tartottak november 10-én Karcagon a rendőrkapitányság tárgyalótermében és Kunhegyesen az önkormányzat tanácstermében, ahol dr. Rádi Norbert rendőrezredes, a Jászlanykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság vezetője köszöntötte az esemény résztvevőit. A fórum keretében dr. Karsai Lajos rendőr alezredes, a karcagi rendőrkapitányság vezetője ismertette az érintett térségek közrendjére és közbiztonságára vonatkozó főbb statisztikai adatokat, illetve a rendőri intézkedések eredményeit. Mindkét tanácskozáson a járás polgármesterei, az önkormányzatok, intézmények, valamint a társszervek képviselői vettek részt. A jelenlévők közösen tekintették át a közrend és a közbiztonság helyzetét, a konzultáció során beszámoltak eddigi tapasztalataikról, továbbá megvitatták a felmerülő aktuális kérdéseket a további közös és eredményes munkavégzés érdekében. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete Karcagváros hatályos helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását határozta el. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. november 8-ai kormányrendelet 37. paragrafus második bekezdésének megfelelően ezúton tájékoztatom Karcagváros lakosságát, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteit, vallási közösségeit arról, hogy Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete Karcagváros hatályos helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását határozta el. A rendezési cél a karcagi 2946/2-es helyrajzi számú földrészlet, ligetúti sporttelep és az ezzel szomszédos 2947/1-es helyrajzi számú földrészlet helyi építési szabályozásának módosítása a sporttelep fejleszthetősége érdekében az alábbiakban részletezettek szerint. A rendezési céllal érintett településrész, a tárgyi településrész hatályos területfelhasználási és szabályozási besorolása, a tárgyi terület besorolása sport célú különleges terület, KSP 2-es jelű építési övezet. A módosítás célja olyan új szabályozás, szükség esetén új építési övezet besorolás a tárgyi területen, amely a szabadon álló beépítés mellett is lehetővé teszi az oldalhatárokig terjedő beépítést a telepítési tanulmánytervben foglalt beépítési tervnek megfelelően. 500 forintnál is többet fizethetünk hamarosan egy kiló fehér kenyérért. Most 420 forintért adunk egy kiló fehér kenyeret, és eddig még kivártunk, igyekszünk kivárni addig, amíg brutálisan nem emelkedik a lisztnek az ára, de nem bírjuk sokáig. 500 forintnál is többet fizethetünk hamarosan egy kiló fehér kenyérért. A liszt ugyanis 40%-kal drágult. A pékek azt mondják, eddig bírták, most már árat kell emelniük, a vevők pedig panaszkodnak, de azt mondják, a kenyeret egyszerűen muszáj megvenni. Hát én teljes kérléséből szoktam venni egy héten hármat. Mennyi most? 1260, mert most feljebb ment egy olyan, mennyi, egy három hete? Igen. Ott körül, igen. Lehet követni még itt az áremelkedést? Hát kis nyugdíjból nagyon nehéz, úgyhogy borzasztó nehéz. Azért igazdálkodjál kenyérrel? Hát kenyér kell. Tehát amit régen is mondtak, hogy a tej, a kenyér alapvető élelmiszer, mondjuk régen ezeket nem emelték, most ugye ilyen nincs, emelnek mindent, csak brutális az az áremelés, úgyhogy nem csak a kenyér, tehát minden, ami a benzinárakról, ne is beszéljünk, ugye, ami magába véve mindenre rá szórja magát. Egy teljes kiérlésű kenyeret kérek fölvágva.
Én két fajtát veszek, tök magvas kenyeret, meg sima fehér kenyeret, azt meg a fiamnak. Mennyit szokott venni a fiamnak? Hát két tök magvasat, meg egy kilós fehéret. Mint arról korábban beszámoltunk, az alapanyag, energia és munkabérköltségek emelkedése mellett az afrikai sertéspest is és egy fuzárium nevű gomba miatt 3-5 forinttal növelték a lisztátadási árát a malmok. Emiatt a pékségek 10-15%-os áremelésre kényszerültek január utolsó heteiben. Most már nem csak az üzemanyagára, legfőképpen az, de ugye az üzemanyagár emelkedés miatt mindennek emelkedik az ára, úgyhogy ez befolyásolja, hogy az összes alapanyag, az összes járulékos anyag, naponta kapjuk a híreket, hogy kénytelenek emelni, mert ugye messzebbről szállítják, és egyre több az üzemanyagköltség. Van, amit 70-80 kilométerről, valamit 200 kilométerről hoznak, ilyen, hogy margarin, kristálycukor, liszt, egyebek most már sajnos Karcagon nincsen, malom sem. Eddig még nem tudtuk beépíteni a szállításba, legalábbis annak a költségeit. Mi igyekszünk szűk körben szállítani, nem megyünk el 50-60-100 kilométerre, ezen csodálkozom is, hogy annak, aki 100 meg 200 kilométerről hozza a kenyeret, annak hogy éri meg. És ráadásul azok a legolcsóbb kenyerek, úgyhogy ez olyan vicces egy kicsit. Tehát mi nem szállítunk túl messzire, maximum 40 kilométer, de eddig még nem tudtuk beépíteni az árba. Ám mindez nem bizonyult elégségesnek, így várhatóan további 10-15%-os áremelkedés várható. Köszöntöm a stúdióban Sári Kovács Szilvia, a polgármesterasszony, a Legszebb Konyha Kertnek, Magyarország Legszebb Konyha Kertje programigazgatóját. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlök minden kedves televízió nézőt. Beszélgetésünknek ilyenkor azért mindig nagyon szép apropója van, hiszen Karcagon megtartottuk a átadását a díjaknak. Az elmúlt héten nagyon sokan kaphattak első díjat, ami azt jelzi, hogy nagyon sok szép kert született ebben az évben, bár ahogy ott is elhangzott, azért volt akinek a jégvelte, volt akinek a szárazság nagyon megviselte a kertjét, de mindenki igyekezett azért szépet alkotni ebben az évben is. Igen, ez egy nagyon furcsa év volt. Nekem az év elején azt mondták, hogy talán ebből a programból ebben az évben biztos, hogy nem lesz semmi, hiszen a Covid erősen gyepálta úgymond minden település, minden kertművelőjét, és igazság szerint féltünk is attól, hogy hányan vállalják föl azt, hogy ebben a versenyben idén részt vesznek. Kellemesen csalódtunk, és megmondom őszintén, soha ilyen jó évünk nem volt, mint ez az idei, hiszen 326 településről 2066 kertnevezés történt, és ebből 46 nevezés volt Karcagon, akiből végül is 40 maradt aktív, akiket tudtunk is értékelni. Igen, elég nehéz volt ez az év, hiszen ahogyan az értékelő ünnepségen is elmondtam, bizony a Jóisten megint megtréfált bennünket, hiszen nagyon sokáig itt tartotta nekünk a hideget, a telet. Ha nem is hóformájában, sajnos arra is szükségünk lett volna, de azt nem kaptuk meg, viszont a késői hidegeket igen. Igen, január vagy június elején is mértem, illetve néztem a hőmérsékletet, és bizony 6-9 fokokat lehetett látni. Így aztán nem csoda, hogy a kertművelők panaszkodtak arról, hogy 3-4-szer van, aki 6-szor vetett, és nem kelt ki egyszer sem, amit elvetett, így aztán tényleg nehéz volt az indulás. Annál is inkább, hogy a hideg mellé társult utána a szárazság. Nem kaptunk esőt, környező településeken volt eső, Karcagot szokás szerint elkerülte az eső, és hát legfeljebb ez a alföldi vihar volt ránk megint jellemző. Így aztán a locsolással, amit tudtak, pótoltak a kerteseink, de bizony volt, aki nem tudott öntözni, és annak a termése, a veteménye nagyon megsínylette ezt a száraz időszakot. Aztán persze megkaptuk az esőt, akkor meg megint annyi jött, hogy nem tudtunk vele hirtelen mit kezdeni. Tényleg a mi udvarunk is úszott, úgyhogy tényleg ez a hirtelen szuperszellás eső, meg a sok napig kitartó, tartós eső azért pótolta a szárazságot, viszont ugyanannyi kárt is okozott egyes kertekben. De ahogy én elmondtam az ünnepségen is, az én drága kerteseim tényleg varázslók, mert nagyon-nagyon szép kerteket láttunk. Én félve indultam el a kertszemlére Fazekas Névikével, a zsűri párommal, és úgy szerintem ezzel így volt minden zsűritagunk, Szokai Szilvi is, Perencéné Székerikával, Ningni Orosz Hajnalka is, Sipos Gabival, hogy bizony-bizony nem tudtuk, hogy mit látunk a kertekben. Annak ellenére, hogy rányomta az idő a bélyegét, a szárazság és a jég, esetleg a sok víz,
a kertekre. Én úgy gondolom, hogy igyekeztek jól viselni, illetve kezelni ezeket a nehézségeket a kertművelők, és nagyon szép kerteket láttunk, szép gazdag termés volt. Sok kínlódásról számoltak be, sok harcról számoltak be, kezdve ugye a vetéstől, amit már említettem, az egyelésig, utólagos nyári forróságig, hiszen az is leperzselte a növények jó részét, van, aki már árnyékolni kényszerült, illetve a csapadéknak a hektikussága az egyértelműen nagyon sok kerten látszódott. A termésen is nyilván óhatatlan, hogy ne vegyük észre, hogy mi az, ami kevésbé sikerült, és mi az, ami nagyon jól sikerült ebben az évben. Minden évnek van valami mumusa, hiszen mindig a zöld borsót szoktuk emlegetni, idén azonban meglepő módon mások is kevésbé sikerültek, ahogy elhangzott. Igen, a zöld borsó az nagyon nagy meglepetés volt, hiszen a zöld borsó mindig vitte a primet, és a legjobb termés mindig a zöld borsóból volt, és hát nyilván a zöldség az általában a sor végén kullogott. Így volt ez egyébként rendre ebben az évben is, viszont tényleg meglepetés volt, ami soha nem volt még, hogy a retek és a saláta a legrosszabb termések közé került, vagy dolgozta föl magát, hiszen azért a kezdet-kezdetén mindig nagyon szépek a kertek is, és a hagyma, a retek, a saláta az olyan gyönyörű látvány nyújt egy kertbe, amikor az ember belép és megnézi. Hát ebben az évben nagyon sok esetben ki sem keltek ezek. Aztán a zöld borsó hol jó volt, hol nem volt jó. Az év másik meglepetése a zöldbab volt. A zöldbab is mindig nagyon dúsan, buján termett mindenkinél, és még tényleg a zöldbabra sem panaszkodott senki. Ebben az évben ez is megtört, ez a hagyomány, úgyhogy a zöldbab felsorakodott a zöld borsó mellé, a társa mellé, és ezt követően teljesen hektikus volt. De tulajdonképpen szinte majdnem, hogy utcát tekintve is hektikus volt az, hogy van, akinek az uborkája jó volt, van, akinek rossz volt. És tulajdonképpen nem is laktak messze egymástól, tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy a városnak azon a részén több csapadék volt, a másik részén kevesebb csapadék volt. Így aztán a cukkini, a tök, az uborka, paprika, paradicsom, hol rossz, hol jó minősítést kapott, és ez nagyon jellemző az ország különböző területeire is, viszont nem lehet egy olyan különbséget felfedezni, ami azért általában meg szokott történni, illetve meg tudjuk tenni, hogy az ország egyes részében mindenhol jó volt egy bizonyos termés, és az ország másik részében ugyanaz kevésbé volt jó. Ez most teljesen ugyanolyan hektikus lett, mint ahogyan az előbb az utcai viszonyokat elmondtam. Ki hogy tudott megküzdeni a természeti viszonyokkal, és ki milyen időt tudott fordítani arra, hogy pótolja ezeket a hiányosságokat, illetve ezeket a megmérettetéseket meg tudja tenni, és tudja kompenzálni a saját kertjében. Talán a legtipikusabb példa Csontos Lajosnak a zárt kerti kertje, amely megmutatta, hogy a zöldbab tényleg nem tudott kikelni, ő nem tudja öntözni a kertjét, viszont lehetett látni, hogy gyönyörűek voltak azok a termények, amelyek ki tudtak kelni, és meg tudtak nőni, viszont a szárazság nagyon megtizedelte őket, és lehetett látni, hogy minden kornyatozik. Egyébként gyönyörű lenne, tehát hogyha azt a kertet egy eső megáldotta volna, akkor ez egy gyönyörű dús kert lenne. Tehát ez a kert tipikusan mutatta azt, hogy mit tud tenni egy forróság, egy szárazság, egy perzselő napsütés, egy akár gyúsan burjánzó kerttel is. Hát azt hiszem, hogy a kertesek ezt órákig tudnánk sorolni, mi mindent tettek, de azért említettük már, hogy a Covid miatt azért évelén egy kicsit féltettől az idei évtől, viszont én azt gondolom, hogy nagyon sokan meg pont a Covid miatt kezdtek el kertészkedni, mert otthon voltak, home office-ban dolgoztak, gyerekek otthon voltak, és lehet, hogy pont most kezdtek el, és most szeretették meg a gyerekekkel a kertészkedést. Így van, ezt pontosan lehetett érezni a nevezéseken, hiszen túl azon, hogy szaporodtak a települések, tehát nem riadtak vissza a települések a Covid okozta megmérettetéstől. Egy-egy településről most lényegesen többen jelentkeztek, tehát több volt a kertnevező szinte minden településen, és még a kezdők sem egy-két nevezővel indultak, hanem bizony ott is volt 9-10, akár még több is. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy az emberek kezdenek ráérezni arra, hogy mennyire fontos, hogy otthon a kis földterületüket kihasználják,
a szabadidejüket okosan osszák be, és jusson arra idejük, hogy beteményezzenek otthon, hiszen ha már úgy is otthon kell maradni, akkor mennyire jó és hasznos az, hogy ki tudnak menni a saját kertjükbe, kertészkednek és felüdülnek, felfrissülnek, kikapcsolódnak, és értelmesen töltik el a szabadidejüket. Ez egyértelműen a program hasznára van, úgyhogy tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy nekünk jót tett a Covid, és ennek a kezdeményezésnek tényleg még nagyobb teret adott, és még nagyobb lendületet adott, és még nagyobb indokoltságot adott. Tehát tulajdonképpen most alátámasztotta azt a kertművelők felé is, hogy mennyire jó az, hogy ők ezt csinálják, és mennyire fontos lehet másoknak is. Én köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen én is, és minden kertművelőnek jó egészséget kívánok, további jó kertészkedést! Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!